Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Dobos László úr, Karcagváros polgármestere. Szeretettel köszöntöm, polgármester úr, stúdiónkban. Örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget, jó estét kívánok önnek is, és a kedves televízió nézőknek is. Polgármester úr, legutóbb, ha emlékszik rá, akkor júliusban beszélgettünk, akkor járt nálunk egy stúdió interjún, akkor még csak készültünk a nyaralásra, most már túl vagyunk rajta, szeptember van, hogyan telt a nyara? Köszönöm szépen, jól. Kicsit kevesebbet sikerült nyaralnom, pihennem, mint amennyit beterveztem. Na de hát ember tervez, Isten végez. Azért próbáltam magam regenerálni. Néhány hétvégi családi programon tudtam részt venni, de nagyon sokat sportoltam, és ez engem mindig kikapcsol. Nézzük végig a nyári eseményeket, a nyári történéseket. Júliusban polgármester úr a tűzoltóknál járt látogatóban, megköszönt nekik akkor valamit. Nagy örömmel adtam át egy nagy képernyős televíziót, megköszönve az árvízi védekezésben tanúsított munkájukat. Az egész ország összefogott, abban a nagyon nehéz helyzetben szerintem mindenki emlékszik arra a szituációra, és így a karcagi katasztrófavédők és tűzoltók is kivették a részüket ebből a munkából a Duna mentén több ponton, és úgy gondoltam, hogy mindenképpen illendő ezt megköszönni, és egy olyan ajándékot vinni, amire szükségük is van, és hasznosítani is tudják. Milyen volt ennek a fogadtatása a tűzoltóság részéről? Úgy láttam, hogy örültek neki természetesen, hát mindig nincs munka, a készenléti idő alatt azért lehet pihengetni, és azért nem mindegy, hogy milyen televízión nézik a különböző műsorokat. Örömmel vették, én örömmel adtam át. Mi is, és a Karcag nevében is köszönjük szépen a tűzoltóknak, és azt kívánjuk, hogy inkább a televíziót kelljen nézni, mint hogy még egy ilyen védekezésben a közeljövőben részt kelljen venniük. Polgármester úr, az önkormányzat, a város egy mintakertet létesített a Tégláskertben. Hányan dolgoznak ott, kik dolgoznak ott, és mit lehet erről tudnunk? A közmunka program keretében valóban azt terveztük, hogy egy olyan részt is kialakítunk, ahol nagyon jó helyen tudnak dolgozni emberek, és olyan munkát tudnak végezni, ami közhasznú, és olyan növényeket tudnak termeszteni, amit a közétkeztetésben fel lehet használni. Volt kertünk a Téglás 2 kertben, és még vettünk, illetve cseréltünk hozzá szomszédos kerteket, így kb. 100 sor kert terület áll rendelkezésre a gazdálkodásra, és 15 fő dolgozik ott szorgalmasan, nagyon-nagyon meg vannak elégedve, még az ellenőrök is, akik éppen a mai napon voltak meglátogatni a városgondnokságot, hogy hogy zajlik, mint zajlik a közmunkaprogram, meg a start program. Meglátták a kertet, és valóban azt mondták, hogy a környékben ilyen másik nincsen, ilyen szépen megművelt és ilyen szépen gondozott. És a termés is olyan, ami nem várt. Nagyon szép zöldségfélék teremnek, és valóban gyermekétkeztetésre és idősek otthonának ellátására lehet ezt felhasználni. A nyáron folytatódtak a városban tovább a kátyúzások, honnan, hogyan volt erre lehetőség? Alapvetően 8 millió forintot tettünk félre, illetve különítettünk el a költségvetésben erre a célra. Természetesen, ha szükséges, és úgy tűnik, hogy még szükség van a kátyúzásra, további összegeket is tudunk mozgósítani, hiszen ez egy ilyen becsült összeg, ez a 8 millió forint. Menet közben is keletkezhetnek kátyuk, azokat is ki kell javítani, úgyhogy ez nem zárult le, még a héten, ezen a héten is folytatódik a kátyúzási munkasorozat. Ha jó idő lesz, már pedig reménykedünk, hogy azért még nincs vége teljesen a nyárnak, akkor folytatódnak ezek a munkálatok, és a újabban keletkezett kátyukat még ki fogja javítani a városgondnokság. Fut a városban a közfoglalkoztatotti programsorozat. Szépül, épül városunk. Ha jól tudom, akkor ma délután is épp egy bejáráson volt polgármester úr. Hova segítenek be a közfoglalkoztatottak? Minden egyes helyre, ahol szükség van. A közfoglalkoztatottakat tudjuk mozgósítani. Így felajánlottam a kórház vezetésének, legfelső vezetésének, hogy a területeken található nagyon szépnek nem mondható parkot,
mindenképpen célszerű lenne egy kicsikét felújítani, ott egy olyan munkálatokat elvégezni, ami szépé teszi ezt a parkot. Nagyon jó helyen van, én úgy gondolom, hogy akár a betegeknek, akár az ott dolgozóknak egy ottani séta felülülést jelent mindenképpen. Nyilvánvalóan ezt ők a kórház önerőből megoldani nem tudja, hiszen ahhoz kevés az ember, rendelkeznek olyan felszereléssel, olyan gépekkel, amivel meg tudnák ezt oldani. Én úgy gondoltam, hogy annak ellenére, hogy a kórház már nem önkormányzati fenntartású, mindenképpen a város része, és egy olyan park részletet lehet kialakítani, ami mindenkinek a közmegelégedésére szolgál. Hogyan fogadta ezt a kórház vezetése, ezt a felajánlást? Nyilvánvalóan örömmel, természetesen. Hát a munkaerőt adjuk, ők pedig a költségeket állják. Ez egy ilyen barter üzlet. És mit tapasztalt a mai bejáráson, polgármester? Nagyon szépen tetszik a látvány? Nagyon szépen haladtak. Olyan 19-35-ös létszámú brigád dolgozik, és úgy látom, hogy lassanként a munka végére is érnek, és most derül ki igazán, hogy milyen szép az a park. Legutóbb, amikor itt járt nálunk, akkor pontosan a Birka Főző Fesztivál után voltunk, akkor értékeltünk, most ismét értékelnünk kellene, polgármester úr. Az augusztus hónap az a nagykunsági kulturális napok rendezvény sorozatra való felkészüléssel telt. Ismét 4 napos volt ez a rendezvénysorozat. Utána vagyunk, polgármester úr, hogy értékeli ezt a 4 napot? Én jónak értékelem, az a szerencse, és ez a jobbik dolog, hogy az emberek is jónak értékelték. A célunk az volt, hogy a 4 nap folyamán minden réteget, minden ízlésvilágot megszólítsunk, különböző produkciókkal, műsorszámokkal, és úgy tűnik, hogy a tervünk bevált. A rendezvények jó látogatottságúak voltak, élvezték az emberek a különböző előadásokat, koncerteket, kiállításokat, nem volt túlságosan szoros, próbáltuk levegősre hagyni, és valóban minden volt, a sporttól a nagyon komoly kultúráig. Én úgy érzem, hogy erre szükség is van, hiszen az embereknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy kikapcsolódjanak. A szervezéssel kapcsolatban mi a véleménye? Profi módon volt megoldva, gratulálok a Dériné vezetésének és munkatársainak, és minden olyan szervezetnek, aki besegített ebbe a munkába. Azért 4 nap ilyen rendkívül gazdag programját megszervezni, mindenféle hiba nélkül levezényelni, ez egy óriási feladat. Ez csak a kívülállóknak könnyű, aki benne van, az tudja nagyon jól, hogy iszonyatos munkát és erőfeszítést igényel. A 4 nap alatt, polgármester úrral is számos rendezvényen, számos elemen találkozhattunk. Mely volt az, amely a legjobban elnyerte a tetszését? Hát gyakorlatilag velem minden rendezvényen lehetett találkozni, mert én magam is kíváncsi voltam, hogy lehet ezt úgy megcsinálni 4 nap folyamán, hogy ne legyen túlságosan erőltetett, ne legyen nagyon tömény, hogy egy üdítő, frissítő program legyen ez a 4 nap, és inkább az előnyeit lehessen érezni, mint az, hogy rányomja a bélyegét a túlzsúfoltság. Nehéz lenne választani, hogy melyik tetszett legjobban, nem is akarom különösebben kiemelni egyiket sem, mert valóban különböző értékeket képviseltek és különböző ízlésvilágot. Azért, hogyha nagyon-nagyon meg kell valamit nevezni, én nekem nagyon tetszett a karcagi és a karcagról elszármazott művészeknek a kiállítása. Ez egy régóta, évek óta dédelgetett terv, hogy egy ilyen kiállítást össze kell hozni Karcagon. Óriási értéket képviseltek azok a tárgyak, amiket ott megtekinthettek az érdeklődők. Ugye az idén egy pályázat sikere hozzájárult ahhoz, hogy 4 napos lehessen ez a rendezvénysorozat ismét. Mi a véleménye jövőre? Mi lehet az irányvonal, vagy gondolkodtak-e már ezen, hogy 1 napos legyen esetleg, mint az elmúlt évek során, vagy ismét 1 napos? Én 1 naposra tervezem a következő évben és években is természetesen. Hát úgy gondolom, hogy nem szabad leszűkíteni egy nemzeti ünnep köré
szervezett kulturális napokat, hát a nevében is benne van a többes szám, tehát több napból kell, hogy álljon. Remélem, hogy a jövőben is sikerül majd eredményesen pályáznunk, tehát a pénzügyi alapot megteremteni erre, és a karcagi rendezvény szervezők, az ezzel foglalkozó szakemberek pedig vannak olyan kreatívak, hogy meg fogják tudni tölteni ezt tartalommal. A nyár egyik üdítő újdonsága volt, hogy megnyitott a kapuit a Nagykun termelői piac itt a Nagykun látogatóközpont udvarán. Lassan vége a, hát vége a nyárnak, ugye már szeptember van, még egy pár alkalommal nyitva lesz ez a piac. Hogyan látja, mennyire sikeres ez a rendezvénysorozat? Tartottunk tőle, hogy milyen fogadtatásra lel ez az elképzelésünk. Én a legutóbbi alkalommal is voltam ezen a piacon, kiváló birkapörköltet lehetett ott vásárolni, egyéb más finomság is kínálatra kerül. Úgy látom, hogy szükség volt erre, az emberek nagy érdeklődéssel látogatják, és én azt tervezem, hogy ha egy mód és lehetőség van rá, akkor ne álljon ez meg itt a nyár végeztével, hanem menjen tovább. Nyilvánvalóan az érdeklődés megmutatja a vásárlók érdeklődése, hogy a rosszabb idő beköszöntével van-e szüksége erre a piacra, erre a termelői piacra, de azt gondolom, hogy mindig van olyan termék, amit ott portékaként el lehet adni, amire igényük van az embereknek. Becsengettek az iskolákban is, ugye megkezdődött a tanítás, illetve most már újra nyitva van, újra működik minden óvoda. A Csokonai úti tagóvoda is önkormányzati fönntartásban maradt. Hát igen, az élet nem áll meg. A nagyon kellemes nyári vakáció után megkezdődött az iskola. A diákok örömére, bánatára ki, hogyan áll ehhez a kérdéshez. Akik nem nagy kedvel kezdik a tanévet, azok megnyugtatására mondom, hogy egy hét eltelik, és utána, mintha mi sem történt volna, újra belerázódnak a munkába. Ez természetes, hogy a diákok, a fiatalok nehezebben élik meg azt, hogy újra az iskolapad közé szólítja őket a csengőszó. Ez az életrendje. Annak örülök, hogy az intézmények felkészülten, rajtra készen várták és várhatták az új tanévet, a 2013-2014-es tanévet. Nem volt semmi olyan technikai probléma, ami akadályozta volna a tanév megkezdését. Az is öröm természetesen, hogy a pedagógusok a kormány jóvoltából béremelésben részesültek. Nagyon meg is érdemelték, nyilvánvalóan a kormány is nyilatkozta, hogy itt nem fognak megállni, hanem ez folyik tovább, hiszen a jó munka végzéséhez bizony hozzá kell tenni azokat az anyagi javakat is, ami még további jó munkára ösztönzi, inspirálja a pedagógus társadalmat. Az óvodák is készen állnak, készen álltak a nyitásra. A Kutenúti óvoda kiürült a felújítás megkezdése miatt. Ők átkerültek a Dózsa-György út 4 szám alatti telephelyre, és valóban a Csokonai úti óvoda is önkormányzati fenntartásban maradt. A református egyház a működtetés szándékától visszalépett. A tanév olyan tekintetben is elkezdődött az iskolákban, hogy ezzel együtt ismét elindult Karcagon az úszás oktatás. Az olyan úszás oktatás, ami iskola rendszerben történik. Szülők, gyermekek már ezt nagyon várták. Ezt mindannyian nagyon vártuk, mint ahogy a strandfürdőnek, az új strandfürdőnek a megnyitását is. Ez természetes dolog, hiszen egy nagyon fontos sportágat lehet ismételten folytatni, illetve gyakorolni. Az úszás ez egy rendkívül egészséges mozgásra ad lehetőséget, a teljes izomzatot, vázrendszert megmozgatja. Azt szoktam mondani, hogy többek között az úszás is hozzátartozik az alapműveltséghez. Azon túl, hogy nagyon-nagyon egészséges, egy komoly sportolási, kiugrási lehetőség, és hát a egészség megőrzése, a test karbantartása mindenkor nagyon fontos. Én kívánom, hogy minden gyerek tanuljon meg úszni,
erre biztatom még az idősebbeket is, aki esetleg nem tudná gyakorolni ezt a szép sportágat, most már minden lehetőség adva van. Hát külön öröm, hogy nem kell most már vidékre menni a úszó szakosztály tagjainak. Itt is fel lehet úgy készülni, hogy méltó módon tudják képviselni városunkat különböző versenyeken. Sokan érdeklődnek a városban azzal kapcsolatban, hogy a vasút felújítás kapcsán mikor készülnek el például a vasútállomással, vagy a 4-es lehajtóval. Erről milyen információi vannak polgármester úrnak? Hát itt különböző információk jutnak el hozzám is, ez egy állami beruházás, tehát a kivitelező, a beruházó az nem ugyanaz, és az egyiktől ezt hallom, a másiktól azt hallom, de a legutóbbi hírek szerint szeptember közepére ezek a műtárgyak is elkészülnek, és akkor lehet használni az aluljárót is, és azokat a beruházásból fakadó, illetve a kivitelezésből fakadó dolgokat, amit a nagyközönség szeretne már használni, parkolót, és a többi, és a többi. De még egyszer mondom, ez nem önkormányzati beruházás, így ennek a pontos befejezésének a határideje nem rajtunk múlik. A másik ilyen dolog, amiről sokat beszélnek, a Merekfürdői út felújítása. Ugye ez a legnagyobb jó indulattal sem nevezhető már egy jó minőségű útnak. Tud-e valamit esetleg arról, hogy kezdődik-e ott valamiféle beruházás, felújítás? Igen, erről többet tudok. Ez nem, hogy nem jó út, hanem nagyon rossz út, nagyon ráfér már a felújítás. A holnapi napon lesz, tehát szeptember 3-án lesz a munkaterületnek az átadása. Erre kaptunk meghívót, ide várják a megfelelő szakembereket. Márpedig, ha egy munkaterületnek az átadására kerül sor, akkor várhatva a napokon belül megkezdődik a munka. Nagyon-nagyon szükséges, valóban irtózatosan baleset veszélyes ez a 3401-es, a Karcak-Kunmadarast összekötő útszakasz. Több helyszínen tervezik a munkálatoknak az elkezdését, így várhatóan a rossz idő beállta előtt be is tudják fejezni. Ez egy örömhír. Szeptemberben 14-én már is következik egy program a városban. A TESZED hogyan kapcsolódik városunk ehhez az országos programhoz? Mit kell erről tudnunk? A TESZED akció az egy nagyon-nagyon sikeres országos akció volt, láthattuk már a korábbi példából. Mi akkor is örömmel szálltunk be ebbe a programba. Én úgy hiszem, hogy meg is álltuk a helyünket. Élő televíziós közvetítés volt a munkálatokról. Amit őszintén el kell mondanom, az az, hogy hál' Istennek az emberek a településünkön egyre inkább tudatosan boldogulnak a szeméttel, tehát egyre többen használják a szelektív zsákokat, a szelektív szigeteket, egyre fegyelmezettebbek, és ez nekem mindenképpen nagy öröm, tehát lényegesen kevésbé szemetes a városnak, nem csak a belvárosi része, hanem a külterületek is, mint korábban. Tehát a sok felvilágosító munka nyilvánvalóan a iskolákban végzett fiatalok körében végzett felvilágosítás, okítás az előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét. Ennek ellenére természetesen mindig vannak fegyelmezetlen emberek, akik illegálisan próbálják a szemetet elsütni valahová, elrejteni. Nem is értem, hogy miért, hiszen egy bizonyos mennyiségig ingyen veszik át a hulladéktelepen. No, ezeket a illegálisan berakott szeméttelepeket lehet ilyenkor felszámolni. Erre nagyon-nagyon jó egy akció, és hát ez ismételten egy felhívás arra, hogy lehetőség szerint óvjuk, védjük környezetünket. A szeptember akkor lovas napok. Erről mit tudhatunk, erről a rendezvénysorozatról? Kétnapos lesz az idén is. Kétnapos lesz az idén. Az első napon, illetve az egyik napon akadályhajtás lesz, a másik napon díjugratás lesz. Nagyon nagy az érdeklődés. Nagyon sok versenyző fog ide látogatni. Itt mindig azért kell izgulni, hogy az időjárás jó legyen, ne legyen eső, lehetőség szerint ne legyen túlságosan hideg. Én biztos vagyok abban, hogy a korábbi évekhez hasonló színvonalon lesz megszervezve. Várjuk a látogatókat természetesen, és a versenyzőket.
Ugye most már szeptember van, még van néhány hónap hátra az évből. Milyen feladatok állnak még az önkormányzat előtt? Vannak kiemelt feladataink a mindennapos tevékenységek mellett. Hát elsősorban azok a pályázatok, amiket megnyertünk különböző beruházásokra, azok mozgatják a fantáziánkat, így mindenképpen a Kutenúti óvodának a felújítása. Bár kistérségi működtetésben van, de a Zöldfaúti idősek otthonának a felújítása, az is Karcagnak egy részét képezi, és karcagi emberek dolgoznak ott, karcagi emberek élnek abban az idősek otthonában, nem mindegy, hogy milyen módon lesz ez felújítva. Ezek az alap dolgok, de említhetném még a Ligeti sportpályán az öltöző építését, tehát van munka bőven, mondom, a napi penzum mellett. Ezeket mindenképpen szeretnénk sikeresen lebonyolítani és végrehajtani. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, megosztotta velünk ezeket a fontos információkat, és visszavárjuk majd egy következő interjúra. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra.